Egy új belga képregény, amely a növekvő bérleti díjak miatt az utcán élni kényszerülő helyiek életét mutatja be. A rajzok között ott van Simona Breda, aki évekig küzdött, hogy otthonra találjon. Az egyik bérbeadó el is döntötte, hogy inkább eladja a lakását, így nem kell legálisan kiadnia neki. Például megkérdezte tőlem, milyen nemzetiségű vagy. Én elmondtam neki, és azt mondta, jaj, azt hittem török vagy. Elnézést, madám, eltűnt, eladta valaki másnak. Sokat sírtam, egy hónapot vártam erre a helyre. De ez nem a lakáshiány miatt van így, hiszen a város évente mintegy 3500 új házat épít. Az otthonra szoruló embereket segítő szervezetek szerint a város a magánbefektetők, nem pedig a helyi lakosok igényeire reagál. Gyakran az a probléma, hogy az emberek csak koszos helyeket látogathatnak meg, és a tulajdonos csak ezeket adja ki nekik, mivel feketék, vagy mert kendőt hordanak, vagy bármi mást. Mert nincs sok bevételük, és kénytelenek igénybe venni ezt a szállást. Mert vagy ez, vagy az utca. Az emelkedő energiárak és az infláció miatt a helyzet még tovább romlik Brüsszelben, mielőtt javulna. Hasonló a kép a kontinensen. A lakhatás Európában egyesület azt állítja, hogy a lakásárak az elmúlt évtized leggyorsabb ütemében nőnek. Az Eurostat megerősíti ezt. Az új adatok szerint a lakásárak tavaly óta 9,4%-kal emelkedtek az euróövezetben és 10%-kal az Európai Unióban. Az alapanyag költségek is sokkal nagyobbak. A civil szervezetek szerint a városoknak Ausztriába kellene keresniük az inspirációt. Meg kell nézni az olyan városokat, mint Bécs, amely fokozatosan képes korlátozott növekedésű lakásépítés biztosítani hosszú távon. Pécsben 5-ből 3 szociális lakásban élnek. Sokan azt mondják, hogy az osztrák főváros életminőség indexe ezért magasabb. Ám Brüsszelben több mint 50 ezer család van várólistán szociális lakhatásért, ami a város lakosságának körülbelül 10 a